Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Na, viszont péntek van, és pénteken mindig érkezik hozzánk valaki, aki vagy éppen a hét eseményeit foglalja össze, vagy hát lendületet kapva itt a benyomásokról, amit mondjuk mi adunk neki, szépen elreppeli nekünk, hogy mi a helyzet, és teszi mindezt freestyle formában. És elég régen nem beszélgettünk vele, hiszen itt az ünnepek alatt, ugye, hát, vagy az ünnepek között mi sem voltunk, és azóta sok minden történt vele. Várjátok, csak akkor se, a döntő után se beszéltünk vele, ugye? Jól emléksz, nem beszéltünk. Mert az volt szombaton, mi még dolgoztunk hétfőket szerdán, csütörtökön, de akkor ő már nem jött a döntő után se. Nem. Ugye? Nem, szerintem milyen, nem beszéltünk róla. Nem, nem. MCDC, jó reggelt kívánunk, szevasz, hello MC. Sziasztok, szép jó reggelt. Ugye jól mondja Feri, nem voltál itt, miután a döntő volt, mert most itt kicsit időben összezavarodtunk. Előtte voltál csak. Előtte voltál, előtte úgy voltál. Engedtünk igen. El, hogy igen. Sok sikert, és akkor igen, hajrá. Igen, igen, igen. Na, milyen nem nyerni? Majdnem olyan, mint nyerni, csak kevésbé jövedelmező. Nem, nagyon jó érzés volt a döntőben lenni, jól éreztem magam. Nem vagyok szomorú, hogy a Tabáni nyert, így alakult. Én sok sikert kívánok neki, hogy minden összejön, amit szeretne. Ez az elmondható. Ez az elmondható. Ugye? Gondolom. Tehát igen. Ez a PR, de ez mi a... volt közben őkörbe szorítva mindkét kéz? Miért nem mertél fölnézni? Hát az ember nyilván ezt mondta, és ez a korrekt, azt gondolom, sem is akarnak belehergelni egy másik válaszba. Jóba persze. Vagyunk. Egyébként, hát persze, azért valahol sajnáltam, hogy nem én nyertem. Tehát ez van, de azért nyertem én sok mindent, barátságot, lehetőségeket. Azt a sok csajt, aki ír azóta is, hogy igen, te igen. Vagy az istenek. Úgyhogy, hát most voltál valahol csetelni valamelyik újságnál, valamelyik bulvár újságnál. Mindig, igen. Ezt a részét mindig jó, benn voltál. Igen. És cseteltél. Igen. És szűznők ajánlkoztak föl neked? Volt. Egy ilyen 14 éves kislány felajánlotta nekem az ő Miagiát, vagy hogy mondják ezt? De szépen Mizuagiát, vagy hogy mondják ezt? Jó az, de az más jelenti. Igen, hogy valamit segített felajánlott. De hát, Miagiát? Mondtam neki, karatemesterét? És mit mondtál neki? Hát, hogy fél óra és két év is találkozunk. Ja, fél óra és két év. Aha, tehát megint volt egy hivatalos verzió. Igen. Akkor. Aha, értem, jó. Meghatott a dolog. És mi szerettek az emberek egyébként? Igen, és én is szeretem őket, meg szeretik, amit csinálok, úgyhogy idősek, fiatalok, meg egy beszólás se volt ezen a csetelős dolgon? Nem, mindenki kedvesek jó, voltak, hogy tetszik nekik, szurkolnak, meg volt ez a kis felajánlásos, voltak kérdések, hogy kivel csinálni közös számot, esetleg ilyesmit. Ezt mindig megkérdezik? Már annyiszor elmondtad, hogy ugye a Subbase-szel. Hát igen, mi ezt mindig megkérdezik, hogy lemaradtak róla. Tényleg az a dolog, vagy abban a dologban nincsen semmi előrelépés? Beszéltél már Szabival esetleg, ő is tudja már ezt a dolgot, van valamiféle közös terv, de már mit tudom én, konkrétabban megfogalmazott célokkal? Igen, beszéltünk már erről. Tervben van a dolog, ezt majd összehozzuk, most csinálja az új albumát, illetve van egy közös műsorunk, tehát a menedzsmentemmel egy közös műsor van, egy... Benne leszel a barátok közben? Hát ugye a Kárpáti Péter. Nem a barátok közben eszek benne, hanem a Szabival van egy közös műsor tervünk is oda, tehát azon, ahol járunk fellépegetni, haknizgatni, ott lesz valami közösködés, de még erről sem sok mindent tudok mondani. Aha. De igazából az, hogy ki nyerte ezt a műsort, ez abból a szempontból fontos szerintem, hogy ki kapta meg a pénzt, meg az autót, ugye? Igen. De hát most én nem gondolnám, hogy a Tabánit több helyre hívják azért haknizni, mint azért, mert ő nyert, és te mondjuk nem nyertél. Tehát ilyen szempontból egy presztízs értéke van, ha az ember megnyer egy műsort, de ott abból a négyesből már bárkit el tudnak hívni fellépni. Nem igen. Megy azért a Tabánit, tehát ha valaki választ, az azért hív meg, mert téged szeret, igen. És nem biztos, nem azért hívja meg a Tabánit, vagy azért hívja meg, mert ő első lett. Igen. Szóval, hogy itt van egy komoly pénznyeremény, ezen kívül nagyon te nem szenvedtél ebbe hátrányt, hogy nem nyertél. Nem, meg másabb az ő közönsége, mint az enyém. Hát az nem nagyon. Is lehet összehasonlítani. Melyik kötöknek volt több haknia? Szerintem eddig nekem, de nem tudom. De nem tudom, hogy ő most hogy áll, mert mint áll. Azt tudom, hogy ez a karácsonyi, ez a mága koncerten, ő ott volt, és közös produkció volt, nagyon örült neki, beszéltünk is utána.
Jól van, azt tudom róla, de hogy hány fellépés van, tehát hol nem megy, azt nem tudom. De úgy érted, hogy te vezetsz, ez a lényeg. Igen, ez a annak idején a Majka mondta azt azután a bizonyos valóság show után, hogy nem az a lényeg, hogy ki nyerte meg a showt, hanem az, hogy ki tud ebből leginkább profitálni. És hogyha ha azt nézzük, akkor az idő őt igazolta. Tehát, igen, hogy ő az igazi, igen, nyertese. Hát, illetve Anikó. Annak a szériának. Ja, hát ő nagyon. Hát ez ő is. Most új mellek, új fenék. Új fenék valamelyik napot a Bulvárosság címlapján egyszer fenékbe állt az Anikó, nem hittem el. Sekkeres támadás volt. Igen, azt kérdez egyik hallgató, hogy azt is megírt az egy bulvárlap, hogy majdnem megvertek egy fellépésen, ez igaz? Vagy ez már a köréd kreált PR csapat, vagy bulvár éhség, amit az újságok kreálnak? Kárpáti Péter. Akcióban rendül. Ezeket nem ő intézgeti. Hát ez csak egy ilyen kis felkavarás volt, ebből semmi nem volt igaz. Én ezt úgy tudtam meg, hogy mondták nekem, nézek körbe, mondom, sehol a testen, lehet láthatatlan verziósok, ilyen külföldi importár, úgyhogy nem tudom igazából, hogy ezt kiszedte föl, meg hogy nem. Ugye, én ott azért az előadásokon néhány pasinál láttam, hogy baromi rondán nézett rád, amikor a csaját bekostoltad. Szóval igen, valaki azért téged egy-egy fellépés után finoman meg akar agyabugyálni. Nem biztos, hogy jogtalanul, mert ezért a csajaiknak általában az, amin én baromi jól szórakozom. Meg a csávónak is, na mi van, kopasz, izé. Igen, és a Dizsiben éjjel 2-kor 2 vodka után nem biztos, hogy annyira jól bírják. Igen, de amíg ő lógatja, szerintem addig nincs baj, nem? Há, jó, csak tudod, ezt ott az ember nem. Igen, ha ő is így gondolkodna, akkor jó lenne. Figyelj, amikor elhívnak egy ilyen öltönyös, kicsit feszengő, szorongós karácsonyi bulibot, osztod őket, mert mondtad, hogy voltál ilyenen is, míg itt kint beszélgettünk, de megszólás előtt. Most is megyek egy ilyen. Kapnak ilyenkor, mert ugye én azt gondolom, hogy ha te freestyle-ozol, akkor neked ott impulzusokra van szükséged ahhoz, hogy te tudjál ott valakibe belekötni, de most ül ott 40 ember öltönybe, szorong vagy pezsgős párral a kezébe, ott nem nagyon lehet azért így bombát robbantani. Hát nem nagyon, de azért más. De azért ott is megtalálom azokat a dolgokat, amivel egy kicsit így oda tudok marni az embereknek, mindegy az, hogy cégvezető vagy bármi, de hát nyilván fölfogják ők, meg én is úgy csinálom azért, hogy nem egy nagy ember, tehát akinek van egy nagy cége, nyilván nem fog nagyon leosztani ott a saját alkalmazottai előtt. Persze, hogy kimaradjon a karácsonyi partiból majd. Igen. Meg mindig kérdez meg, hogy elnézést, ki utalja a gázsimat? Jó, akkor ő, nem, de te. Igen, nem. De nem szoktak haragudni, azért nem szoktam nagyon oltani őket, azért vigyázok erre. Meg azért nyilván egy más közönség, egy ilyen beülős, céges rendezvényes, mint mondjuk egy diszkóban, nyilván más a hangulata is, úgyhogy próbálok igazodni mindig. Hát igen, mert 40 ember öltönyben azért onnan nehéz valamit szerezni. Meg olyan egyformák, pingvin mind. És megvan ilyenkor a balek, akire rámész, tehát azt már hogy bejövetelnél, kiszúrod, mert neked annyi időd van, belépsz a terembe, elmész a színpadig, fölállsz, kezedben nyomják a mikrofont, és már nem vagy ott velük, nem bulizol ott velük. Nem, vannak karakterek ott, és mindig próbálok ilyen kis egyedi dolgokat, hogy fú, ennek olyan hülyén áll a haja, ennek meg fél szeme hiányzik, tehát az ilyen neked próbálom kiszúrni, mindenhol vannak ilyenek, és akkor ezek ilyen karakterek is tudják, már ránézek, és már tudom, hogy nagyon... Kapni fog. Olyan volt már, hogy konkrét felkérés érkezett hozzád, hogy oda ment hozzád valamelyik, és köszönöm, hogy a kollégával bele kellene marni egy kicsit, ott jobbra a második, a rózsaszín nyakkendős. Először bámulok, mint Pistike a 3D-s moziba, aztán meg ráéreznek, és akkor fú, most hozd le a Gézát, merő, mit tudom én, gokárdozik, és közben nagyon jó fal az, meg nem tudom. Utána meg, te jönnek oda, utána meg, amikor egy kicsit beittak, akkor meg aztán pláne. De én élvezem ezt, hát hogyha neki ez örömet okoz, akkor persze, nekem az a dolgom, hogy szórakoztassak, ha azt kell hozzá, hogy leosszak bárkit, akkor az lesz, de hát nyilván finoman, viccesen. Na, MC, hát legyen akkor, igazából megmondom őszintén neked, hogy mi most nem akartunk úgy készülni, hogy szavakat adunk, vagy bármit. Régen találkoztunk, arra gondoltunk, hogy nyilván egy csomó dolog történt, rengeteg minden megihletett téged. Itt a stúdióban ugye hát egy viszonylag steril körülmény az, amit téged minden reggel fogadott, ül a Jani, ülök én, Feri veled szemben, de hogy csak egy kicsit ebből az elmúlt hetekből. Vagy ha van még valamilyen apropó, amiről szívesen nyomnál itt valamit, történt esetleg olyan dolog, akkor azt előtte vezess fel nyugodtan. Be költözöl, ugye? Hát igen, nagy dolgok. Ez a hónapnak a végén igen, sikerült összehozni, vagy hát sikerül, remélem a mai napon fog kiderülni ez, hogy hova, meg mikor, de ez biztos, hogy Pestre költözés van. Illetve hát most ilyen karrieregyengetés, tehát most ilyen
barátnő, meg ilyen dolgok most így ki van zárva, most csak így vagyok, csinálom a dolgot. Na, tényleg? Egy barátnő nem fér bele a karrierbe? Ez ki mondta, az Erkárpáti? Ne higgyel neki mindent. Nem, ő mondta, hát mindig úgy alakult. Aztán, hogyha itt Pesten összejön valami, akkor persze, csak most ilyen táv dolgokat hát, így elrakozgattam. Stabil barát, egy barátnő mellett nem tud csajozni, érted? Ha azt mondod, hogy nincs barátnőd, akkor minden fellépésen lehet cicázni. Nem? De nem is ezért. Egyébként nem, tényleg most annyi dolgom van, ugye felköltözés, meg minden egyébet el kell rendeznem, írottokat, ilyesmiket, úgyhogy most nincs. Jó, arra vigyázz, hogy ne a menedzsmenten keresztül keresd meg az albérletet, mert ez plusz egy 50-es, tudod. Tehát az ő része is, csak szólok. Igen, majd tudok én kecót neked, tudok én nagyon jó kecó, igen. Nekem kell fizetni az albérletet. Na, figyelj, alap szempontjából mindegy a dolog, ugye? Hogy melyiket ez szeretnél. Ez csak így szokott lenni, hogy ez mindig mindegy. Hát amit hoztál, azok közül egyet én választok, jó? Jó. Mehetünk? Mehetünk. Kicsit le vagy lassú. Koncentrál. Már agyban állsz át ilyenkor? Már agyban állok át, hogy persze, ez nem így megy. Hát még nem tudom én sem, majd lesz valahogy. Ez jó? Hát ez pont beletapintott egy olyan, amit nem szeretek, de hogyha az utolsó számot... Várját, akkor ne leállítjuk. Az utolsó számot választ. Ez egy drága gép, jó? Tudok mást is bejátszani. Ez egy nagyon komoly technika van itt. Az utolsót? Az utolsó. A hatos számú. Igen, ez kicsit olyan szomorú van. Ez? Ez se jobb sokkal, de jobb. Már meg is áll. Áll, nézd meg. Na, akkor az a baj, hogy nem tudom, hogy milyen instrumentákat használ, mindig elfelejtek mindent. Ezt meg majd szóljunk, de jó lesz ez. Jó, ez a szokásos, ezt én kedvelem. Ez jó lesz, ez is jó lesz. Aha. Ez jó. Itt az új év, mindenkinek mondom, hogy bújjék, és közben a rádióba szépen elazulnék. Történt sok dolog az ételemben, hogyha kell, akkor ettem én már étteremben. Minden meg volt, belépések egész sorra, ott a Tabáni Pisti, de ne nézzél oda, itt a gyerek, aki neked most már szövege haver, mert ezt tudom, téged jobban érdekel. Öregek és fiatalok, kívánok boldog új évet, én is egy újabb szintre lépek, és most nekem mondom, hogy nincsen semmi gondom, az összes dolgomat egyedül megoldom, van egy buszom és sok fellépés, és hogyha szövegelni kell, akkor nincs kérdés, csak bíz rám, mert a szó kincsen menő, ez neked is haver lehet, olyan felemelő, mint az anyuci kajája, úgy váglak hátba, mert szövegemet most már mindenki darálja, és tudja, hogy ebben nincsen semmi furcsa, mert nálam a rímekben van a siker kulcsa, újra és újra felhúzom magam, szavakat röptet jobbra balra az agyam, és a gondolatom, amikor megmutatom, hogy a freestyle-t neked én most hogy adom, ebben a hónapban felköltözök Pestre, és hogyha kell, akkor kimegyek egy jó kis meccsre, vagy a forma egyre bármihez lehet kedvem, ezt most már én meg is teszem, te is szeresd, mert így a jó és így a szép itt a tél, de ne nézd a hó tetejét, csak lazulj el, menj fel az Alpokba, ott is van kolbászos rántotta, mindenki jól tudja, és ezt már én is tudom, hogy a szavakat a fejemből előhúzom, ez egy új menet, ami kell neked, és a hangomat már messziről ismered, én nem gangsterkedek, csak veled jót teszek, rólad és a barátnődről is rappelek, anyukád is jöhet egy gyönge gyömöszre, nem érdekel, hogy barna vagy szöszke, engem az hoz tűzbe, hogyha szereted, amit csinálok, lehet, hogy fél lábban éppen alig állok, de a számmal, ó, nincs hiba, na mi van csajszika, gyere a partiba, úgyhogy jegyezd meg azt a szót, amit mondok, MC DC, hogyha falakat bontott, ezt nem kalapáccsal csinálta, hanem a színpadra felállva, mikrofon a kézbe, hát ha megérted, hogy miről beszélek, az ajtóba támaszkodva öröm nézni téged, ilyen felső testet még senki se látott, ó, látod azt a hátot, olyan széles vagy apám, mint egy asztal, ne játszál, nagy mű, olyan nincsen, azt a havas megmondta, neki is csak ez volt az egyetlen gondja, úgyhogy találkozunk még, amíg telik az idő és én betöltöm a tért, addig viszont figyelj arra, amit Balázsik mondanak, Klassz FM hangulatot teremtenek és adnak az országnak egy jó műsort reggel, itt a pocskor már nem kell, húzzer, lúzzer, ez új hely, igen,
ennyi sem. Bocsánat. Wow! Semmi gond. Nincs miért bocsánat. MC, király volt, király volt, király volt, nagyon király volt. Nagyon király volt. Haj. Haj, mit kapok ezért én egyszer? Ne, hogy is, hát ez magadra. A vérszívás az abszolút hozzátartozik ez a dolog. Sőt, egy műfai követelmény, mondhatni, nem? Hát mondhatni, ja. Elkapott így a gépszé. Ilyenkor mindig látok magam előtt ilyen képeket, ilyen széttrancsírozott. Úgy ne folytasd! Fejeket. Szétrancsírozott fejeket, igen? Nem, hát nem tudom, amikor tényleg annyira eljön, hogy valami történet, mint például amikor téged elküldtelek Egyiptomba, akkor is láttam, hogy már ott a piramist mászott keményen, és már a hajat kihullott. Igen, mert előre hullott. Szóval érted, hogy el tudok képzelni dolgokat, és valamikor tényleg annyira látom, amikor ilyen pocok szex, meg ilyenekről repek, akkor meg látom azt a kis szőrcsomót ott egybe, egymásba, fiú, lány, minden. Ja, volt egy pocok szexre kellett? Én már mindenről, de tényleg olyan hülyeségeket, hogy taknyos papírzsebkendő, mágneses gumikacsa. Hát figyelj, az ember azért 4 óráig nyomja, ugye, mert nem tudom, hány 9 óra, vagy nem tudom mennyi a rekordot, igen, hát akkor azért ott a pocok szex az egy a második órában elő kell, hogy kerüljön. Hát az simán, tehát tényleg. Tényleg, úgyhogy mindenről tényleg. Hát pont, hogyha csinálom ezt a kedvességet ugye legközelebb, akkor ott úgy is lesz minden, mert igazából olyan betegségek tudnak az emberek eszébe jutni, meg hát nekem meg aztán főleg csak én meg gyorsan gondolkodom. MC-kém, hát akkor sok sikert kívánunk neked, puszilunk, csókolunk és várunk jövő héten, jó? Jövő héten megint egy konkrét dolgot fogunk neked adni, csak most hagytuk, hogy kicsit így ki reppeld magadból az elmúlt heteket, mert szeretnék azért volt. Szeretnék mindenkinek boldog újat kívánni, minden hallgatónak is, sok boldogságot, meg örömet ebben az évben, munkát, kenyeret. Békességet. Mesztelenkedő kisgyereket, minden. Hát az nagyon kell. Tehát annélkül én a 2010-es évet el sem tudom képzelni. Nézegeted a fiadat. Nézegetem a fiamat, igen, elég sokszor mesztelen egyébként. MC-kém, köszönjük szépen, csókoltatunk téged egy hét múlva akkor, jó? És addig már túl vagy a költözésen? Tudunk arról is beszélni? Addigra már remélhetőleg túl vagy. Szerintem igen, hogyha minden jól megy. Oké, köszönjük szépen. MC DC-nek köszönjük szépen. Hello, köszi MC. Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Itt van a vonalban Kristóf Veronika, és rögtön elmondom a felvezetést, csak annyira gyorsan zajlottak itt most a dolgok, hogy már is adásba kell hozni, nehogy elveszítsük. Szia Veronika, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Veronika, szia, jó reggelt! Hát tegnapi beszámoltunk arról ugye, hogy mi is történt pontosan, és itt igazából ugye beszéltünk erről a Sea Shepherd nevezetű hajóról, amit ugye a japán bálnavadász hajó ketté tört, mi ezt megpróbáltuk a hallgatóknak bemutatni. Akkor pontosítsunk. Igen? Pontosítsunk rögtön. Sea Shepherd szervezet, és az Abigail nevű hajónkat tették tökre. Az Abigail nevezetű hajót, értem. Hol vagy te most? Hol vagy te most jelen pillanatban, Veronika? Mert ugye hallgatók hallják, hogy rossz a vonal. Jelen pillanatban merre vagy? Jelen pillanatban az Ausztráliához tartozó antarktiszi bálnavédelmi területen tartózkodunk. Az antarktiszi bálnavédelmi területen. És ott történt maga az incidens is? Természetesen. Egy kicsit így átlagemberben, aki nem szokott bálnákat védeni, azért megfordul a dolog, hogy te egy kijelölt kvázi nemzeti parkban, egy bálnavédelmi területen kell, hogy védjétek a bálnákat. A japán bálnavadász hajó már odáig merészkedik, hogy ezen a zárt területen, vagy védett területen halászik? Természetesen. Hát gyerekek, ez meg... vadászati területük. Milyen terület? Bocsánat, ez rosszul hallottuk. Vadászati. Ez az ő saját maguk által deklarált vadászati terület, holott 1986 óta Ausztráliához tartozó antarktiszi bálnavédelmi terület a neve. És ez ilyen, a becsületes ilyen esetben, neve ennek a területnek. Ilyen esetben nem lenne természetes az, hogy például az ausztrál hatóságok is akcióba lépnek? Az ausztrál parti őrség, haditengerészet, állatvédelme vagy környezetvédelmi szervezetek, ez miért csak a ti dolgotok, vagy a ti felelősségetek? Miért csak ti intézkedtek? Hát ez azt hiszem már politika, ami túlmutat mindenféle környezetvédelmi projekten. A környezetvédelmi miniszter megválasztásának az volt az alapfeltétele, hogy szigorúan fog fellépni a japán bálnavadászat ellen, sokkal szigorúbban, mint az elődje, aki nagyon sokat segített a Sea Shepherdnek. Ezzel szemben a megválasztott
miniszter sajnos éppen az ellenkezőjét teszi, mint amit a közvélemény, illetve a szavazói elvártak volna tőle. Úgyhogy mindent megenged a japán belnevadász intézetnek, amit csak akarnak. Értem. Kénytelenek vagyunk. Veronika, azt mondjuk el pontosan azok kedvéért, akik nem hallották, hogy mi is történt. Mi tegnap erről elég hosszasan beszéltünk itt a rádióban, és tényleg minden részletet elmondtunk, de nem vagyok benne azért biztos, hogy mindenki hallotta a tegnapi adásra. Ugye tulajdonképpen ti azért voltatok ott, hogy megakadályozzátok a bálnavadászatot. Néhány mondatban csak összefoglalva, tudom, hogy ezt sokszor elmondtad már, hogy milyen incidens volt, és min vagytok túl. De elmondanád, hogy történt pontosan az eset, és hogy mit csinált a japán hajó? Veletek? Természetesen. Tehát a Sziszapölt ebben a szezonban három hajóval vett részt a bálnavédelmi kampányában. Az egyik hajónk a titokban tartozó Berker, ami egy normál méretű hajó, ennek nagyon fontos a hangsúlyozása. A másik hajónk, amin én is tartózkodom, a Steve Irwin, ami szintén egy normál méretű hajó. És a harmadik hajó az Adigil, ami korábban Örkrész néven nyert földkörüli versenyt, ez egy sporthajó, speciális Kevlar ötvözetből készült, speciális kialakítású. Ő csatlakozott hozzánk bálnavédelem céljából, de ez egy piti hajó, tehát egy tizenvalahány négyzetméteres, tizenvalahány méter hosszú hajót kell elképzelni. Na most a Berker és az Adigil nevű hajó utolérte a Nishin Marut, hosszasan üldözték, majd amikor befejezték a Nishin Maru feldolgozó hajónak az üldözését, akkor a bálnavadász hajók segítségére érkező japán kormányzati hajó, a Shonan Maru 2, egész egyszerűen vízágyúzni kezdte az Adigil, vagy ráfordult és keresztül ment rajta. Ami megdöbbentő benne, hogy ugye azt mondta, hogy ez a japán kormányzati hajó, figyelitek? Tehát majd nem csak az van, hogy... Hát ez a hajó, ez hivatalosan nem tartozik a bálnavadászat intézet hajói közé. Tehát akkor... Nem is viseli a bálnavadász intézet logóját. Akkor ezt úgy kell elképzelnünk, hogy itt a flottából követik a bálnavadász hajókat, és a japán hadsereg segíti a bálnavadászatot azáltal, hogy mondjuk... Hát nem a hadsereg. Hát most a kormány. Kormány. Értem. Biztos, hogy vannak rajta katonák. Veronika, legyünk őszinték egymáshoz és a hallgatókhoz. Szerinted, mint hős állatvédő, ha valaki, a világ valamely kormánya úgy dönt, hogy tényleg szeretne kísérleti céllal elejteni bálnát, akkor erre emiatt hány bálnára lenne szükség? Mert ugye itt az van, hogy a japánok mindig azt mondják, hogy tudományos céllal ejtjük el a bálnákat. Ha mondjuk beleférne az ember életébe az, hogy tudományos céllal bálnát gyilkol, akkor hány ilyen bálnát kéne megölnie, és ezzel ellentétben a japánok mennyit mészárolnak le? Na most, hogy hányat kellene megölnie, ők már megöltek több százezerrel többet, mint amennyit meg kellene ölni bármilyen tudományos kutatás eredményhez, de mindazt a tudományos kutatás eredményt, amit ők fel tudnak mutatni, azt a gyermekek számára rajzolt, kicsi, apró kézikönyv 3-5 éves korig már tartalmazza. Tehát az, hogy a bálna krillekkel táplálkozik, és hogy a bálna szaporodik, és hogy a bálna bizonyos időpontokban étkezik, bizonyos időpontokban szaporodik, és bizonyos időpontokban bizonyos helyeken ül. Tehát ennél többet a japán bálnavadászok intézet nem tudott még felmutatni, ehhez teljesen fölösleges meggyilkolni a bálnákat, és az viszont tény, hogy ők elejtenek évente 1000 bálnát, és az elejtett bálnát a Nishin Maru feldolgozó hajó azon nyomban feldolgozzák, feldarabolják, lefogyasztják, és megy az üzletekbe, illetve megy a raktárakba. Tehát, hogyha ennél nagyobb bizonyítékra lenne ahhoz szükség, hogy bebizonyítsuk, hogy a kereskedelmi bálnavadászat, ami 1986 óta szigorúan tiltott, ennél több bizonyíték nincs. Igen, tudományos munkát nehéz földarabolt bárnát. Hát erről beszélgettünk tegnap, igen, hogy ugye abban ők nem is csinálnak ebből titkot, hogy abban a pillanatban, hogy kifogják, ott a fedélzeten helikopteres felvételekről lehet látni, hogy feldolgozzák, darabolják, és kisebb dobozok vagy hűtőraktárokba szállítva már is szétszórják. Milyen egy ilyet élőben látni? Kicsit nyilván ugye költő a kérdés, pontosan tudom, hogy milyen szavakat tudnál fogalmazni, de amikor ott vagy egy hajón, és azt látod, hogy úszik a bálna, és
és 10 perc múlva már valószínűleg fönt lesz a fedélzeten. Ez egy reménytelen dolog, vagy az ember küzd, mert én láttam ilyen felvételeket, hát az egész egyszer megdöbbentő, amikor húzzák ki a bálnát és vérezve. Tavaly évben 2009. február 6-án sajnos alkalmunk volt ezt látni, amit ugye az Animal Planet filmje be is mutatott azóta már Magyarországon is. Hát döbbenetes. Tavakat nem tudtunk rá találni, a mai napig nem tudunk, és azt az engesztelhetetlen haragot, amit ez kiváltott belőlünk, hogy ezt előttük megcsinálták. Tudták, hogy a hús, tehát a bán előtt a testét nem fogják tudni időben átszállítani a nőségmarulra, mert mi azt meg fogjuk akadályozni. Tehát eleve egy romlott húsnak induló bálnatetemet vadáztak le, 4 bálnát öltek meg a szemünk előtt. A mi haragunk és a mi ellenérzetünk, és hát erre nincs szó. Tehát a tavalyi évben előfordult, hogy körbezárt bennünket a jég, és féltünk, hogy mi lesz velünk. De azon a napon, amikor 2009. február 6-án majdnem összeroppantott a 3 japán hajó bennünket, miközben mi akadályoztuk, hogy át tudják szállítani a bálnának a testét, senki nem féltett a saját életét. Csak egyet akartunk, hogy az a válna ne jusson át. És ez az eszméletlen abban, amit mondasz, hogy annak ellenére, hogy ők már pontosan tudják, hogy nem fog odaérni a feldolgozó hajóra, ők akkor is lemészárolják. Ez azért volt, hogy megmutassák, hogy mi akármit is csinálunk, ők akkor is bálnát vadásznak, és ha a világ fejezetejére áll, ők akkor is bálnát vadásznak. Kicsit nem lennének itt az Antarktisz. Igen, kicsit ilyen Dávid és Góliát harcnak tűnik ez. Persze ugyanakkor mindenki tudja, hogy nyilván hasznos a ti munkátok, jó, amit végeztek. Én azon kezdtem el töprengeni valamelyik nap, hogy tényleg nincs erre egy normális megoldás. Tehát nincs valami hatalom, ami azt tudja mondani a japán bálnavadászoknak, vagy a japán kormánynak, hogy gyerekek vége. Nincs. Tehát nektek nincs, kell, mert itt üzleti érdekek vannak, hogy nem fogja egy ország azt mondani, hogy az én vizemben ne vadásszál, mert... Tehát ez már bizonyított, japán illetékesek, japán expóvívő hozta nyilvánosságra tavaly évben pont azon a napon, amikor én repülőn. Tehát 2008. november 22-én, pont amikor én repültem a Pantas járaton, akkor hozta a nyilvánosságra is jelent meg az ausztrál újságunkban, hogy annyira minimális az árbevétel, amit a bálnavadászatnak tudnak termelni, és sokkal nagyobb a veszteség, amit a világ lakosai által történő bolykottálás miatt veszítenek. Tehát a meg nem vásárolt autók, meg nem vásárolt kirakattechnikai termékek, amiket ugye a politikusok nem vállalják fel azt, hogy nyíltan fellépjenek a japán Hoppá! Na, műholdas telefon. Azonban az emberek azzal, hogy nem vásárolnak japán terméket, igenis nyilvánosságra hozzák a véleményüket. Hát igen, meg... Ez nagyon hosszú. Ez kiderült. Ezt a válnak nem tudják megvárni, amíg a japán gazdaság felfogja, hogy mekkora veszteséget okoz magának, mert azt a válnak, amit ma megölnek, nem fogjuk tudni feléleszteni azzal, hogy pár ember nem vásárol japán terméket. Aha. És ti mit csináltok pontosan egyébként, Veronika? Tehát azt látja mindig az ember ilyen különböző csatornákon, hogy egy pici, most számomra egy megdöbbentően modern és jó hajó, valamit aztán utána olvastam és hallottam, hogy ezt kitől kaptátok meg, hogy jutott a birtokotokba ez a hajó, de hogy általában egy gumicsónakkal baromi nagy hajók elé megpróbáltok bemenni, és akkor ilyen bűzbombákat, meg mindent bedomálni és akadályozni a dolgot. Tudsz mondani egy-két konkrétumot, hogy milyen eszközök vannak a kezetekben, vagy hogyan csináljátok az akadályozást? Hát a füstbombának az eldobásával ugye órákon keresztül megakadályozzuk a munkát. Ez pont azt jelenti, amit ugye mondtam, hogy nincs alkalma vadászni a bálnára, mert nem tudja feldolgozni, nem tud a fedélzeten maradni, és tudják, hogy nem tudom, 15 vagy 20 percük van arra, amikor már meghal a bálna, tehát a meghalt bálna és a feldarabolás megkezdése között kb. 15-20 perc telhet el, különben romlásnak indul a hús. Tehát, hogyha a külbombával lehetetlenné tettük a munkát, akkor megvédjük arra a napra, vagy arra néhány órára a bálnáknak az életét. Hogyha csúszós anyagot juttatunk át, ami a gyógyszerek bevonására alkalmas vegyület, tehát egészségre ártalmatlan, akkor ugyanezt az eredményt érjük el, nem tudnak dolgozni a fedélzeten, megint megmentettük a bálnáknak az életét arra a napra. Cserébe viszont ti kaptok vízágyút.
Cserébe viszont ti a bálnahajóról kaptok, vagy a bálnavadászhajóról vízágyúból vizet. Hát ők bármilyen fegyvert bevesznek ellenünk. Lőfegyvert, gránátot, vízágyút, hangradart. Mi volt, volt hogy lőttek rátok? Korvacunk kapitányra lőttek 2008. március 7-én, úgyhogy az életét a golyóálló mellény védte meg. Veronika, hogy kérdezek tőled valamit, egyáltalán nem szállom provokatívnak a kérdést, de tényleg csak így a tényszerűség kedvéért, hogy annyi állatfajta van a hóleopárdon át a magyar óriás nyúlig a kihalás szélén. Miért pont a bálna? Már hogy számodra, mint magyar lány. Nekem a bálna, de nem akarok provokatívan válaszolni. Nem, nem is annak szánom, csak a tényszerűség kedvéért. Egy pillanat, csak az tényszerűség kedvéért. Tehát bárki, aki megkérdezi tőlem, hogy miért nem a hófátusz, vagy miért nem a nyúl, vagy miért nem a bármi, azt szeretném kérdezni, hogy ő mit tett az által említett hófátuszért, nyúlért, bármiért. Én ezért lettem vegetáriánus. Igen, János kérdezett, ő vegetáriánus lett amiatt, hogy védje az állatokat. Gratulálok. Ez kevés? A lényeg az, hogy bárki, akinek ami elsőként felmerül a fejében, hogy miért nem azt védem, azt kérdezze meg magától, hogy miért nem azt védi, ami elsőként felmerül. Picit ugrasz erre a kérdésre, Veronika, én úgy érzem, holott tényleg nem volt semmi bán. Kicsit úgy érezzük, hogy ugrasz erre a kérdésre. Nem, ezzel már a japán konzulokkal is nagyon jól elbeszélgettem, úgyhogy ez a válasz, ez beválik, mert ők is szokták föltenni a kérdést, hogy miért nem a malacot, és miért nem a ludat védem. Hát szabad idejében tegye meg bárki, amit gondol, én a bálnákra tettem fel az életemet. Tök jó, semmi baj nincs ezzel, sőt örülünk neki, hogy van egy magyar lány is ott kint a tengeren, és küzd el ezért a dologért, fantasztikus. Így van. A hajó az teljesen elsüllyedt, Veronika, annak vége? Most már elsüllyedt, igen. Sajnos olyan volt az időjárás, hogy nem bírta, oda volt kötve a kompárkárhez, oda volt csöpítve, hát hogyha meg tudják menteni, és meg tudják akadályozni, hogy kijömöljön az olaj, illetve kárkapozzon az Antarktisz ökoszisztémában, de sajnos az időjárás nem tette lehetővé, hogy tovább tartani tudják, úgyhogy elsüllyedt. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.